A szabadság azt jelenti, hogy felemelt fejjel járok. Azt jelenti, hogy az emberek szemébe nézek. Azt jelenti, hogy szabadon álmodhatok. A szabadság az embernek olyan drága kincse, amit meg akar védeni. A tolnai városi ünnepségen felszólalt Appelszoffer Ágnes, a település polgármestere. Beszédében úgy fogalmazott, a forradalom eseményei, a szabadságharc küzdelmei és az azóta is őrzött jelképei egyszerre fejezik ki a magyarság tiszteletét a történelmi múltja iránt, a közös elhatározásban rejlő erőt és a cselekvés lendületét. A magyar forradalom és szabadságharc ezért nem csak újkori történelmünk messze világító eseménye, hanem egyben nemzeti önazonosságunk alapja is. Ahogy a Jókai már 1848-ban olyan jövőbelátóan fogalmazta meg, kell, hogy történjenek olyan csodák, amiket 10 nemzedék megemlegessen. Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősítsék. Az 1848-as forradalom nemzetalkotó eszméi olyan alapokat teremtettek, amely a kiegyezéshez, 1956-hoz és a rendszerváltozáshoz is példát adott. Olyan elődeink, hőseink vannak, akik az egységet, a nemzeti békét és az európai felzárkózást állítják elénk példaként. Olyan hősök, akik egész Európának például szolgáltak. Nem legyőzni, megsemmisíteni akarták mindazt, ami volt, hanem jóvá tenni azt. Megértetni a világgal, hogy közösen, nemzetben gondolkodva lehet európai értékeket, haladást és fejlődést elérni. Mindennek eredménye pedig a polgári Magyarország megteremtése lett, ezért 1848. március 15-e a Modern Magyarország születésnapja is. Az ünnepi műsort Dudai Gabriella és Schneider Zsuzsanna a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanárai készítették. Kezdődik egy ötleteléssel, ahol kitaláljuk, hogy egyáltalán mi legyen a koncepció. Egy ilyen teljesen szokatlan műsort találtunk ki, az lesz a címe, hogy március 16-a, és az ünnep utáni, vagy hát a forradalom utáni nap elevenedik meg, annak a hajnala, amikor az utcaseprők mindenféle relikviákat találnak az előző napról, és az utca népe, ahogy kommunikál ezek alapján az utcaseprőkkel, végül is megelevenedik az előző nap minden eseménye, minden fontos eseménye. Megpróbáltuk megnézni a kulturális eseményeket, és a történelmi hűséghez próbáltunk ragaszkodni. A szereplők azok hétköznapi emberek, tehát egyiknek sincsen neve, sem Petőfi, sem Jókai, sem más fontos személyiség nem fog megjelenni, hanem virágárus lesz, hölgy lesz, diák lesz, nyomdász lesz, aztán lesz a két utcaseprő, és mindig zenei betétek fogják az egyes jeleneteket összekapcsolni, és hát nagyjából a darabnak a csúcspontjánál majd elhangzik a Bánkbánból egy részlet, ami ugye az aznapi előadás volt a pesti nép követelése okán, és akkor a végén énekkel zárul, ahogy az szokott lenni, mert hogy ez a felépítés, ez szokott a közönségnek tetszeni. Ez egy nagyjából 25 perces darab, és tegnap már volt az iskolai előadás, tehát az iskolai műsor, azt szoktuk mindig főpróbának tartani. Schneider Zsuzsanna fontosnak tartja, hogy a tanulók minden egyes évben átérezzék ennek a napnak a jelentőségét. És hogyha lehetőségünk van rá, hogy őket is bevonjuk a műsor elkészítésébe, és kortársaktól ismerjék meg a nap történetét, akkor mindenképpen kell rá időt szánnunk, hogy a műsort elkészítsük, és hogy a gyerekek részesüljenek ebben az élményben. Ugye eleve a történelem oktatás nagyon fontos kiemelt érettségi tárgyunk, úgyhogy erre különös hangsúlyt fordít a gimnáziumunk is. Nagyon sok olyan történelmi emlékkel dúsítottuk a műsort, majd a kivetítőn lehet látni, amik kortárs feljegyzések, fotók és grafikákat tartalmaz majd a videó. Vetítés. Hát a nemzeti öntudatunk része, úgyhogy muszáj, hogy megismerik a gyerekek és beépüljön később. És majd, hogyha ma ők is szülőként jönnek el megnézni a gyermekeiket, akkor ők is ugyanígy átérezhessék a nap örömeit. Bali Emma virágárust alakított az előadásban. Szerinte a próbák rendkívül hasznosak voltak. Előtte még voltak szövegpróbák, amíg összeolvastuk, hogy ki kivel fog beszélni. A tanárnők nagyon segítőkészek voltak, segítettek abban, hogy milyen hangnemben mondjuk, milyen a karakterünk, tekintve, hogy ők írták a darabot.
A szereplők jól összetudtak kapcsolódni egymáshoz. Nagyon örülök, hogy másik osztályokkal tudtam együtt dolgozni, mert így nagyon összehozott minket az évfolyamokkal, és nagyon várom, hogy már legyen következő alkalom. Én majd egy hölgyel fogok beszélni, arról, hogy adjak neki, eladom a virágaimat, és az akkori divatról fogok beszélni, azért is van benne ez a jelenet a darabban. Az eseményt követően a megjelentek átvonultak a Szent István Parkhoz, ahol közösen koszorúztak.